Robbanás történt, majd tűz ütött ki egy amerikai hadihajón a kaliforniai San Diego-i haditengerészeti támaszponton vasárnap. A balesetben 21 ember, köztük 17 tengerész és 4 civil sérült meg. Mindannyiukat kórházba szállították, de egyikük állapota sem súlyos. A tűz okát még vizsgálják. Egyelőre még azt sem közölték, hogy a 255 méter hosszú Bonhomme Richard helikopter hordozó melyik részén történt a robbanás. A flotta egyik szóvője elmondta, a partra szálló támadó hajón éppen karbantartási munkálatok folytak. A fedélzetén így mintegy 160 tengerész és tiszt tartózkodott, jóval kevesebb az aktív szolgálat idején szokásos 1000 fős létszámnál. A mellette dokkoló két másik hadihajót távolabbi kikötőhelyre vontatták, így azokra nem terjedt át a tűz, aminek hatalmas füstjét egész San Diego-ban látni lehetett.